Sziasztok gyerekek, én Lelej vagyok, és ebben a videóban elképesztő. Hát, egy olyan bunkert építettünk, de tényleg egy ilyen arra ne lép rá, létszene ez egy ilyen logó. Szóval, egy olyan bunkert építettünk, hogy el nem hiszitek, ember. Tehát ez így kívülről durva. Mutatom is, hogy miről van szó. Egyébként, ezt elmondom nektek, ez semmi más nem kellett. 4 esernyő. 4 esernyő. És egy pléd, amivel körbe tekered, hogy... Majd körbe teszed, hogy látszódjon. Egyébként elfelejtettem mondani, hogy ebben a videóban nem egyedül vagyok. Ugyanis itt van velem Bogi. Sziasztok! Ezt a sapekot, ez nagyon szép az a sapka. Egyébként pizsamában vagyok, de gyorsan fel egy gatyát mutatom. Hogy azért... Szóval mutatom, hogy miről van szó. Király. Na, erről van szó. Tehát így azért a logónkat odaraktuk. Hogy? Kösz, hogy átmész rajta. Várja, először én hadd mutassam meg. Szó. Tehát így kívülről nem néz ki tágosnak. Hát ez egy ilyen kapu, de én most ezt szerintem ide belépek a kapuhoz. És átlépek. Na, ezt nézzétek, he. Hú, de sok mindent láttok. Hát... Na, így. Szóval, be tudsz lépni? Ja, ekkora hely, tehát ezt mutatom, hogy figyelj, konkrétan ide videóz engem. Thanks, de úgyhogy ne legyen benne közös. Tehát úgyhogy most levenném a sapkámat, videózom. Én itt olyan kényelmesen... Ebbe a bunkerbe én elférek, de olyan kényelmesen, hogy ebbe a bunkerbe szerintem még csöves se leszel. Tehát ebben még csöves se vagy konkrétan, mert hát van egy ilyen birodalmad, de ez nagyon nagy. Tehát amikor én elkészítettem, vagy hát elkészítettük, mert a Bogi is segített, hát az zseniális volt. Na, kérem szépen, köszönöm. Most én mutassam meg. Na, tehát ott van egy ilyen raktárszerű, ahol vannak... Vigyázz, Bogi! Most van, be vagyok éppen! Tehát ilyen raktárban, ilyen fegyók, tudod, ilyen játékra. Ezeket szépen be kéne rendezni, így, né? Egy esernyő, mindjárt, ott van. 2 esernyő. 3 esernyő, ez a legnagyobb, 3 esernyő, és 4. esernyő. És hát erre... Körülvettük egy ilyen, ugye, pléde, amiről beszéltem, és ilyennel van. Ilyen csipeszekkel van körbevéve. És ott van egy. Ennyi az egész igazából. Tehát elkészíteni bitang egyszerű. A külsőjén még lehet faragni, de ilyen kapukat, tehát tök szerintem. Dik. Szóval, na. Nézzük, ugye, a én Bogit. Most levettem a sapkát, és de cukrűvény. Elfér. Tehát a Bogi az még abba is elfér, tehát elképesztő, hogy milyen durva. Tehát most simán kinyújtom a lábam konkrétan. Most ez kicsit amúgy, hagyja mindegy. Ez ilyen jó. Kinyújtom simába a lábam, látod? És... Nagyon jó szerintem egyébként, mert... Tehát ennél jobb... Mindjárt mehetünk szerintem... csatázni. Csatázni? Mindjárt jönnek be csatázni. Ilyen jó, tehát hogy... Ebben még csöves sem leszel. És ennyi... Még, amint mondtam ugye... Vigyázz kicsit? Amint mondtam ugye... Hát... Külsőn még lehet faragni. Szóval az előző mondatot kicsit hamarabb levágtam. Szóval... Tehát a külsőn még lehet faragni azért, ilyen... 1-2 díszecskével azért szerintem még ezt lehet bővíteni. De visszarakom a kaput, szerintem az... Tehát ilyenekkel azért lehet díszíteni. Azért, mert... Nem tudom, de... Nem jutok szó az egyszerűen, nem jutnak. Tehát nagyon jó. Készülhetünk a csatára? Hogy jönnek be? Nem. Na, ez a videó ennyi lett volna.
dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel. Én Bogi voltam, sziasztok! De a tépelce, én is itt voltam ám, szóval sziasztok!